akkor belehelyezzük a vízbe, és elkezd villogni, jelezve, hogy érzékelt a vizet. Bekapcsoljuk a távkapcsolót. Akkor megint érzékel a távkapcsolót, hogy távirányított, és akkor előre. Illetve hátra. És amikor hátra megy, akkor egy picit lemegy a víz alá, és akkor előrejövet pedig feljön. Picit hagyjuk, hogy elengedje, mert beszippantja a víz, és go.